Sziasztok srácok! Ma újra Zalában motorozunk, első napon, mert több napig leszünk itt, itt a húsbuli lesz, cseremotorokkal fogunk menni. Majd az erdőbe bekapcsoljuk a kamerát, jó? Tessék! Menjen nyugodtan, már jönnek! Most cseremotorokkal leszek, itt van a DRZ is, valószínűleg holnap fogom azt használni. Ma témeket fogok kölcsön kapni a felvezetőtől, Antitól. Számítsatok rengeteg lihegésre a mai napi kínlódásban. Milyen szép hangja van a két tének. Az igen. Milyen kis pontos motor. Könnyű, finom, van benne erő is. Hát ez nagyon jó. Lehet azért kaptam kölcsön a motor, ezt 300 TM két ütemet, hogy hát ha én is veszek magamnak majd egy két ütemet és többet nem megyek utcára. Hiába van június vége, így az erdőben nem olyan nagy a forróság. Viszont kint, amikor szabad területen megyünk földúton, akkor csak a port nyeljük. Elmehet nyugodtan! A magasságot nem adja vissza a kamera. Ezt minden videóban el kell mondanom, hogy semmiképp nem látszik a magasság. Oh,
a fönti része már fog, jól. Itt van nagyon jól fog a föld. Én is csak azért jöttem föl, mert föl tudtam vajazni. Az alja, azt hallod? Az nagyon szar. Segítsek! Nagyon kis izé finoman jöttél, tetszett nagyon. Hoppá, másik. Se nem fogod meg. Ákos, máshol is kimehetsz. Ez az. Hol vagy, Oli? A nagyja mi a helyzet? Azzal a nagyja. Le kell juttatni, figyelj csak. Átmegyek. Én intézem azt az oldalt, te meg intézesz. Szép is az enduro élet, mi? Na, igen, itt nem látod, hogy milyen magas. Nekem gyalog vissza fel kell jutni. Mi a helyzet? Megállsz, elpakolsz és úgy mész tovább? Hát ez... Ebben a sportban pont ez a szokott leggyakrabban elhangzani. Hogy lehet, nem kellett volna lejönni. Hogyan? De nem oda akarom. De akkor hogy teszed át az alatt a fa alatt? Érted? Mindegy, te tudod! Aha! Na ezt mondom, hogy ott meg nagyobb a kormány. Ott meg alacsonyabban van a fa. Lábam ott van sajnos. Na most jó. Kösz, hogy megvártál minket. Van még valaki? Igen, ketten vannak. Azzal kifele kéne innen menni az úton, Dávid. Roni! Azzal én már csak kifele mennék ezen a főúton haza. Mert tönkre fogod, tönkre megy így. Köszönöm szépen, Anti, a motort mára. Mm-hmm.
Micsoda? Nem értem. Megérztem meg kellene. Mit? A fa elhúzta, kicsit visszahúztam most. Nagyon sok felvétel lesz szükség. Ezért, most ezért kaptad meg a kamerát, hogy helyette megcsináld, amit én nem tudok. Hol van? Ha nem utánunk jött? Nem ott van? Nem. Ott a meredeken ő nem jött át. Hogy kerültél oda? Nem sérültél meg? Nem. Sárvédőd? Vagy kössük máshova? Kézvédőbe? Visszafelé mész? Aha. Jó. Ákos, körbe mész, és vissza lementek oda a tisztásra, és ott már út van. Jó. Én megpróbálom őket utolérni, ha nem sikerül, kimegyek én is. Visszafordultak. Hát több probléma miatt. Hát összeveszett Oliver Áronnal. Ákos kiment, mert merül a bicikli, és éhes, meg csipik a szúnyogok. A hülye! Nem jó! Rúgd már a motort! Uha! Nem tudok neki indulni. Később húzd a gázt, itt lenne az aljába. Onnan csak finom, finoman. Ezt vegyes ide le a lapra, akkor tekerd meg. Nagyon tündéri ez a ház, ide dugtuk el a dugi innivalót, kaját, benzint. Nézd ezt a kilátást. Élősködők, baktériumok, gombákot hallod, mert annyi van, hogy már... Lehet megázunk. Lefogyatkoztunk, a csapat fele elment. Maradtunk köten a 10-ből. Még megyünk tovább egy kicsit. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog esni. Olyan vizes a sisakom, ömlik az állából ki a víz. Thank you.
teljesen minimális beszélgetést terveztem a hétvégére. Pénteki nap van. Úgy gondolom, hogy a kétnapi motorozáshoz próbálom megtartani az összes erőmet, amit lehet. Hát ez mi? Követhető? Zenél az első fékbetét. Muszáj vagyok ráhúzni, mert csak a hátsó nem állítja meg, vagy nem lassítja le annyira. Igen, a magas avar, mennyit látsz belőle, hogy mi van előtted? Ez nagyon velociraptoros. Egyesével, Bence, átrakod, túlgurulsz, átrakod, túlgurulsz. Mert a srácok úgy hallom, élvezik. Ne a nyakam! Te szemét! Oké? Tényleg szúr. Nem csak azért megyek lassan, mert béna vagyok, hanem azért, hogy hát a kevesebbet szúr szét rajtam. Szóljál neki! Anti, jó kibasztál velünk! Jobb oldalt leér a lábad? Jó. Nem én voltam, csak hangosítottam mások gondolatait. Mert nem merték mondani. Hiába próbálom kímélni a motort, van, amikor nem jó, hogy le van állítva. Nem direkt volt! Elb***tam a hátsó fékedet! Azt mondom, hogy az első keréken megint válnak neki a fejlánt a fa. Te ide! De nem azért csúsztál le, mert hogy a fa meghúzta a féked? Nem, tehát ha fékezek, akkor rúgdossa a fék a lábam azóta, hogy elengedtem. Ezt hanyasba kell, egybe vagy kettőbe? Egybe megmutatom, aztán kettő. Aztán jobbra hajni. Ó, Janti, nem kellene megválni? Oh.
fontosabb volt rád? Az életemért küzdök. Az előbb teljesen veszettem, semmit nem fogott a fék azon a lyukas lejárón, azon ahol jöttetek le. Fú, ott letettem jobbra a lábam, visszarúgtam magam balra, letettem balra. Én már azt hittem, hogy átesek a kormányon. Biztos ez itt a beszokott, én nem akarok itt. Beszokott? Másodjára vagyok itt. Beszokott. Beszokni, ma már beszoktam elég sok mindent. Ti vagytok itt a helyiek. Most én egy autópályán a hajtóra nem fogok megállni. Ha, persze. Vissza kéne menni. Hát de jó! Hátsó fék nélkül, de jó! Mogy! Biztos volt lihegés, ma mi? De amúgy rászántam egy délelőttet, hogy beállítsam a legjobban a mikrofont. És jelen állapotban ez a legjobb. Úgyhogy így marad, hiába lihegek. Elnézést érte. Másik beszéltük itt a fiúkkal, amíg megálltunk pihenni, hogy tényleg ezek a magasságok, ezek semmiképpen nem láthatóak motorral. Ez sem hard, hanem csak simán középtartomány, amiket csináltunk ma, de nem is egy semmiség. Mi az Isten? Hova jöttünk el? Menjünk innen kifele! Oké, akkor nem kérem. Mit mond? Ne haragudj, Szabi! Úgy látom, halagszik. Nem tudom mozgatni már a kezem. Szia! Várjál, hogy húzok valamit. Aha.
Csak a kuplungod lehet nem esett neki jól. Biztos jó ötlet kijárni a legügyesebbek által egy nyomot, aztán a legbénábbat hátrahagyni. Nagy buli. Elzárta Anti a csapot. Aha, mehetsz. Hát ezek a motorok teljesen erre valók, ezek a két ütem. 250-300. Nem is kell nagyobb amúgy. Nem tudom, hol vannak. Igen, jön csak szarik egyet. Elborultam. Te is elborultál? Nem. Én épp hogy összeszedtem. Elested-e? Én nem, még összeszedtem, de látszik, hogy ezt csinálom. Amikor elkészítem a videót ezekről a napokról, hogy itt vagyunk újra itt Zalában, majd a motorról fogjátok látni, meg a kamera képről, hogy valaki más vette fel azt a kamerát, azt a videót, amit éppen bevágok. Véget ér a mai nap, srácok, péntek volt. Hiába fogytunk el, feleződött meg a társaság motortörés, fáradtság, szúnyog miatt. Mi itt sokat motoroztunk, csináltunk sok felvételt is, úgyhogy lesz miből videót vágni, ha nem folytatnám, akkor sziasztok!